Visszatért a Diós az élvonalba, a hűséges szurkolótábor a kíséretében. A 101 éves kétszeres kupagyőztes klub a tabela 8. helyén áll. Nézzük az északi fellegvár szezon kezdetét. Bence és Miklós vezetőedzővel és a sajópartjára visszatért Tisza Tiborral, meg a nagy lövő erejű veterán védővel Budovinszki Krisztián. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Jó. Jó reggelt. E, Miklós, az indulást kb. így képzelted el? Hogyha a számokat nézzük, három győzelem, három döntetlen, kétvereség, középmezőny szerintem egy edzőnek nem az a dolga, hogy képzelődjön, hanem mérkőzésre, mérkőzésre felkészítse a csapatát. Ezen voltunk a szakmai stábban, és úgy érzem, hogy ez nem sikerült rosszul, hiszen nem is azt kell nézni, hogy eddig helyen vagyunk a tabellán, hanem azért szorgalmasan gyűjtögetjük a pontokat, és hogy ez majd mire lesz elég, ez majd később derül ki. A 12 rugott gól lehetne több, vagy pedig a 9 kapottasok, urak? Igazából én egy hete vagyok a csapatnál és friss igazolás vagyok, de azt gondolom, hogy azért szerintem a csapat az most úgy teljesít, ahogy, ahogy, ahogy nem sokan várták így az NBA-be, ezt gondolom a vezetők, meg a szakma tudta, hogy a Diózsőben mekkora potenciál van, de de úgy gondolom, hogy egy másodosztályból feljutott csapattól az, az az eredmény, amit most produkál, az szerintem nagyon jó, és hát szerintem az a 12 gól az, az nem rossz. Ha már így alakult, akkor ö, ö, ezt az évet te Györgyben képzelted el? Furcsa kérdés ez. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy csak a Diós volt a fejembe egész nyári játikozolási időszak alatt, és hogy ö, úgy alakítottam a karrierem, hogy, hogy én Diós szerepeljek. Voltak külföldi lehetőségeim, voltak olyan lehetőségek, amik, amiken nagyon sokat rágottam és gondolkodtam, de úgy gondolom, hogy a karrierem szempontjából a legmegfelelőbb döntés hoztam azzal, hogy Diós Györbe igazoltam, mind szakmailag, mind, mind minden szempontból. Úgyhogy hát én bízom benne, hogy ez egy sikeres döntés volt. Krisztián, uh -huh. ugye a teljes tettbe egyrészt, hogy akkor visszakérdezhetek a kapott kilenc de a rugottakra is, mert, mert, mert Abba se vagy gyenge. Hát igen, sokat gyakoroltam az utóbbi időben a szabadugásokat, azért régen a Honvédból is párszor e, elsült így a, a, jobbos, hogy úgy mondjam, de hát a, ki, a kilenc gól azt mondom, hogy egy, egy két-három gól az ilyen e, nagyon szerencsétlen gól volt, tehát e, egyedül a Kecskemét meccset azt, e, azt bánt engem legjobban, ott az X-et megérdemeltük volna, de úgy reálisnak tartom az eredményeket. Miklós, ha nézzük az idegen légiósokat, ugye van egy, egy eléggé stabil és erős spanyol különítmény, amúgy 11 légiósotok van, beváltak-e hosszú távra megfelele mondjuk a légiós magyar játékos arány? Hát, hogy hosszú távra beváltak -e, ezt még most nem tudom megmondani. Egy biztos, hogy úgy gondolom, hogy akik nálunk vannak idegen légiós játékosok, ők hasznára vannak a csapatnak, és itt most, ha Lukére vagy a Gályádóra gondolok, akkor ők olyan kvalitású és emberleg is olyan játékosok, akik nem csak hogy beváltak, hanem akár példaképe is lehetnek a, a, helyi srácoknak, a fiataloknak, illetve azoknak a fiataloknak, akik már a keretben vannak, hiszen olyan a, az életvitelük, vagy olyan a pályán való viselkedésük is, és nem csak a játékokra gondolok elsősorban, hogy igenis, ha ezt követik a mi fiataljaink, akkor, akkor valóban a profi szemlélet fog rájuk is átülni. Egyébként a, a, a mi fiataljaink kifejezésre viszonylag jók a perspektívák? Tehát viszonylag belátható időn belül lesznek beépíthető saját nevelésű játékosok? Én nagyon bízom benne, hogy igen. A keretünkben most is vannak saját nevelésű fiatal játékosok, és remélem, hogy majd ez a szereplés ugye a tartós lesz nekünk az első osztályban, és ott is egyre feljebb tudunk lépni, amennyiben stabil a a csapatnak ugye az első osztályban való szereplése, akkor nyilván a helyi nevelésű játékosokat is könnyebb lesz beilleszteni majd az első csapatba, és ez adhatja meg nekik a, a lökést vagy a fejlődést ahhoz, hogy valóban profi játékosok legyenek amelynek ma nyilván a szurkolók is örülni fognak. A diósgyőri szurkolókról mindig szót kell elejteni, mindig is nagyon híresek voltak, és nagy számú a szurkolótábor. Két olyan játékosul itt, aki másút a szenvedélyes szurkolótábort már megszokhatta, akár a Fradinál, akár az Újpestnél. Hasonlítsuk is itt össze, milyen a diósgyőri tábor. Mennyit ad hozzá a csapatjátékához? Hát úgy gondolom, hogy rengeteget, nagyon sokan vannak, de ugye az elmúlt években ugye sok ért őket. Most hála Istennek rendeződtek a dolgok, reméljük, hogy minél több minél többen lesznek diósgyőrbe. Tibor? Én másfél évet futballoztam már diósgyőrben, úgyhogy nagyon jól tudom, hogy milyen érzés diósgyőri futballistának lenni, és ez motivált is a döntésembe az, hogy ilyen szurkoló van a csapatnak. Az, hogy most szerencsés ez, hogy két szurkoló táborot összehasonlítani, úgy gondolom, hogy ez mindig elfogult csekk egy játékosnál is, meg, meg mindenkinél, hogy, hogy most melyik csapatnak jobb a szurkoló De most a Fradiról, az Újpestről és a Diósgyőrről beszélünk, úgy gondolom, hogy a három olyan szurkolótából Magyarországon, ami példaértékű, és ha bárki ezekben a csapatokban futballozik, az megtapasztalja, hogy milyen jó érzés Magyarországon futbolistának lenni. Szóval, azt mondom, hogy Diós Györbe maximálisan adott az, hogy az ember minden percét élvezze a játéknak. Miklós, nézzük azt, hogy milyen az eddigi eredmények alapján is, meg egyébként is erre a szezonra milyen célkitűzések vannak előttetek. Hogyan szeretnétek mondjuk elmenni majd a télen pihenni? Nagyon érdekes, erről nem beszéltünk. Tehát igazából nincs meghatározva ez, na most nekünk hatodik helyen kell zárni például az első osztályt mondjuk őszi szezon végén. A soron következő mérkőzést kell mindig eredményesen megvívni, hogy mi az eredmény, azt meg majd mindig a mérkőzés adja. Úgyhogy eddig ez az út azt gondolom, hogy bevált, mind a másodosztályban, mind az első osztályban. Persze a másodosztályban azért kőkemény célok voltak meghatározva. Most viszont azért még keresjük az utat, hiszen hogy az első osztály és a másodosztály között nagy a különbség. Ez egy tapasztalati szezon lesz a Diós Györnek? Én azt gondolom, hogy elsősorban igen, de egy biztos, hogy nem szeretnénk izgulni, tehát azért annál több van a csapatban, mint hogy nekünk esetleg a kiesés izgalmaival kelljen foglalkoznunk. Úgyhogy természetesen azért az a cél, hogy stabil csapat legyen az első osztályban a, a Riózsgyőr, és megkeresni azokat a lehetőséget, hol lehet fejlődni, ennek mi a módja, hogy esetleg följebb lépjünk majd a tabellán, vagy esetleg komolyabb célokat tudjunk magunk elé tűzni. Hány gólt vársz ebbe a szezonba Tibortól, és aztán nekező Tibort is, hogy ő mennyit magától? Én nem, nem számosítanám ezt, hogy hány gólt várok a Tibitől, sokat, tehát nem véletlenül szerettük volna leigazolni a Tisza Tibort. Egyrészt ebben a játék abszolút beilleszkedik az ő játéka, ami a, a csapatra jellemző, és ő úgy gondolom nagy erőssége lesz a csapatunknak, és természetesen azért is igazoltuk, hogy gólokat szerezzen, az, ráadásul győztes gólokat, mert az az igazi, amikor egy csatának a győztes góljával tud egy mérkőzés eldőlni, de hát itt van mellett a Krisztián, aki ugye pontot vagy pontokat szerzett már pontrugásból, úgy euh, szeretném, hogyha hamarosan megelőzni a TB, hiszen azért a csatárok feladata a, a gólszerzés, de az nem azt jelenti, hogy azt szeretném, hogy a Krisztián fejezze be a gólszerzéseket. Tehát nyilván a, a csatár teljesítményünk, még hogy euh, kívánni valót maga után, hiszen ha azt nézem, hogy a Szejdi négy gólos, a Krisztián három gólos, akkor az azt jelzi, hogy annyira nem lettek elégedett a, a csatárgójaink számával. Neked van egy hozzávetőleges elvárásod magaddal szemben? Mennyit kéne termelni idén? Nem nagyon szeretem ezt a szót, hogy elvárás, inkább az, hogy cél. Vannak, van célom erre a szezonra, nyilván most ö, nem fogok számszerű dolgokat mondani, mert ezt magamban határozom meg, mert most ha bármit is mondanék, most mondjuk egy góllal kevesebbet rúgnék, akkor kapnán. legközelebb a szememre rájnek, de én úgy gondolom, hogy... Ö, most nekem a legfontosabb az, hogy minél gyorsabban beilleszkedjek a csapatba, mind az öltözőm. Mennyi idő kell -e, szerinted ezt a társaságot nézve? Igazából most ezt nem tudom megmondani, de nyilván a beilleszkedésemet abból fogjuk megítélni, hogy milyen hamar sikerült beilleszkednem, hogy mennyire vagyok eredményes a pályán belül, de úgy gondolom, hogy már a pályán kívül az öltözőn belül jó viszonyt alakítottam már ki sok csapattársam, gondolok itt a Krisztiára is, akivel nem ismertük egymást, és mégis úgy gondolom, hogy hip-hop a kölcsönös tisztelet alapján. Szabadugások az övé? Hát, nyilván, hát most... <laughs> egyelőre, igaz? Egyelőre, igen, de ez, ez nem lesz szerintem probléma, és szerintem nekem most ez a legfontosabb, hogy először a pályán kívül legyen az, hogy meg legyen az összhang, ami már úgy gondolom, hogy lassan meg is van, ez, ez most már egy hét után is mondhatom, és akkor gondolom, hogy rövid időn belül, a pályán belül is én ráérzek, úgymond idézőjelbe a társakra, és akkor szerintem, ez a munka, ez a közös munka, ez, ez gyümölcsöző lehet. Krisztián Tibi, hosszú távon terveztek Diós Györgyben? Még egyszer lesz. Hosszú távon tervezel Diós Györgyben? Hát, úgy gondolom, hogy 36 leszek. Minden szerintem a sérülésektől függ, meg hogy az, ennyire, meg az, ember mennyire tud még profi maradni. Tehát mennyit fog ilyenkor az, utó, az utolsó pár évébe tenni ahhoz, hogy még ezen a szinten tudjon focizni. De jól érzem magad. Hát egyelőre jó. Tibi? Én három éves szerződést kötöttem. Akkor azt nevezhetjük hosszú távon, főként a mai um, magyar labdarúgásban? Igen, nem? igen, hát meglátjuk. Én most úgy gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy olyan körülmények közt dolgozzon az ember, ami a fejlődését segítheti, és hogyha ha hosszú távon megtám a számításaimat Diós -Györbe, akkor mindenképpen szeretnék maradni, de hát ezt majd az idő eldönti. Hát Miklós, még azt nézzük meg, hogy a tapasztalati év után hosszabb távon mennyire merészen tervez és tervezhet a Diós Győr? Hát merészen tervezhet, azt gondolom, mert olyan stabil háttér van mögöttünk, az új tulajdonosi kör megteremti annak a lehetőségét, most is folyamatosan fejlődik a, a klubunk. Egyrészt bővül a stáb, menedzsment, másrészt pályai építés lesz a közeljövőben egy új projekt edzőpályák, amire nekünk nagyon nagy szükségünk van fejlesztés alatt, de ugyanaz az utánpótlás képzés. Tehát a <coughs> Szentes Lázár szakmai igazgatónk irányításával folyamatosan fejlődik a klubunk, és azt gondolom, hogy, hogy merhetünk bátrabb célokat is magunk Például dobogó, nem? Akár igen, egy a szereplés is, hogyha ha ez a stabil háttér marad, akkor ezek nem olyan célok, amik beláthatatlan időn belül teljesülhetnének. Legyen ez a végszó, és akkor ez sok szerencs. Igen? Ne legyen már a végszó. Kérem, hogy innen is hagygatok találásunk Deák Misinek, aki a Diózsgyőry volt szó, hogy a Diósgyőri család tagja, és mi is gratulálunk neki a, az olimpiai kvótához. Gratuláljunk együtt, nektek meg jó munkát, meg jó felkészülést, meg meccseket. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm köszön. köszön. szépen.